Sziasztok, üdvözöllek titeket! Ma egy nagyon finom kacsa mellett fogok készíteni hozzá egy francia köretet, Anna burgonyát, és lesz még egy spenótos fokhagymás tejszínes kis szószunk is. Úgyhogy csapassuk! Kezdjük azzal a főzést, hogy meghámozzunk ilyen nagyobb darab krumplikat, és fontos, hogy ne tegyétek vízbe, szóval ezt akkor kell hámozni, amikor már készítitek is, mert a vízben kiázna a keményítő nagy része, amire nekünk szükségünk lesz ez a recepthez. Most pedig hozok egy mandolin szeletelőt. Ennek a segítségével fogjuk hajszál vékony szeletekre vágni a krumplikat. Jó, nem hajszál, hanem 3 mm vastagságúra, azért egy picit vastagabb, mint a hajszál, de nagyon vékonynak kell lenni. A nagy szeletelések közben nehogy elfeledkezzek arról, hogy vajat kell olvasztanom, hiszen a krumpli rétegek között nem csak só és bors meg szerecsendő lesz, hanem vaj lesz az, ami igazán gazdaggá teszi ezt a köretet. A vajat nem kell megbarnítani, nem kell fellabosítani, lényeg az, hogy csak felolvadjon az egész szépen egyenletesen, és akkor elkezdjük összeállítani az Anna burgonyát. Az az első lépésünk, hogy a felolvasztott vajjal alaposan megkenjük a serpenyő alját, majd belerétegezzük a krumplit. Ahogy már említettem, sóval, borssal és szerecsendióval fogom ízesíteni a rétegeket, de tehettek hozzá kakukkfüvet, rozmaringot, reszelhettek bele egy kis parmezánt, és nagyon-nagyon sokoldalú ez a köret, úgyhogy bátran használjatok azt, ami éppen otthon van. A fűszerréteg tetejére ismét egy adag vaj jön, utána pedig egy újabb adag krumpli, és ezt így folytatjuk addig, amíg meg nem telik a serpenyő, utána pedig egy 180 fokos sütőbe fogjuk betenni, de előtte még lesz egy feladatunk, és majd mindjárt mondom, hogy mi az. Megépítettük a krumpli tortánkat, akkor letakarjuk egy ilyen sütőpapírral, ezt én saját kezűleg készítettem, gyönyörű kis bokréta alapú. Szóval ezzel letakarjuk, és nagyon magas hőmérsékleten rövid ideig pirítjuk itt a tűzhelyen, utána fog bemenni a sütőbe. Kis maradék vajjal le fogom kenni a sütőpapír tetejét, hogy ne fújja le a légkeverés a sütőben, és utána egy olyan 30-35 percet fog bent csücsülni. A krumplinak nagyjából a fél idejénél elkezdjük sütni a kacsát, mindig nagyon fontos, hogy szárazra törölt és szobahőmérsékletű hússal dolgozzunk. Most a kacsának a bőrét fogom picit beírdalni, és nagyon fontos, hogy figyeljetek arra, hogy a húsba semmiképp se vágjatok bele. És most egy alapos kézmosás következik, utána pedig sózzuk és borsozzuk. Sóval ne spóroljatok a kacsánál, mert nagyon sokat elbír belőle. Hideg serpenyőben fogjuk elkezdeni sütni. Ekkor a kacsamellnél szerintem olyan 6 percet fog a bőrös oldalán tölteni. A bőrös oldal elősítése közben, hogyha ti is azt tapasztaljátok, hogy nagyon sok zsír sül ki a mellből, akkor ezt érdemes lekanalazni, mert akkor biztosan ropogós marad a bőre. A krumpli elkészült, viszont a 30 percre még ráhúztam egy 5 percet, szerintem csekkoljátok ti is, hogy a 30 perc vége felé jön ki a krumpli, és megy be a helyére a kacsamell. Hogyha nincsen olyan serpenyőtök, ami sütőben is használható, mondjuk műanyag a füle, akkor tegyétek át egy sütőtálba a kacsamellet bátran, viszont az a sütőtál legyen már előtte a sütőben, hogy mindenképpen forró legyen. Amíg a krumpli pihen, és a kacsa pedig a sütőben van, addig a harmadik részét is elkészítjük az ételnek, ami egy tejszínes, sajtkrémes, fokhagymás, penótos kis finomság lesz. Ehhez olívaolajat öntök egy serpenyőbe, és egy pici vajat is mellé fogok dobni. Ezek a húsik 3 percet töltöttek bent a sütőben. Otthon, amikor készítitek, akkor azért ügyeljetek arra, hogy a vékonyabb kacsamell az természetesen kevesebb időt fog bent tölteni. A kacsamelleket most átszedjük egy tányéra, vagy egy deszkára, igazából mindegy, csak lényeg az, hogy már ne a forró serpenyőben legyenek, és pihentetjük őket egy darabig. Amíg a vaj és az olaj szépen összeolvad, addig egy félvörös hagymát pici kockákra fogok vágni, megy mellé majd néhány gerezd fokhagyma is. A hagymát egyből sózom és borsozom is. Amikor néhány perce már fonyad a vörös hagyma, akkor mellé dobunk két gerezd passzírozott fokhagymát. Csodálatos illata van a hagymának és a fokhagymának, és most jöhet hozzá ez a kis csekély mennyiségű spenót. Persze nem rakom bele az egészet egyszerre, hiszen nem férne el, viszont néhány másodperc alatt össze fog esni, és akkor majd jön az utánpótlás. Amikor a spenót összeesett teljesen, akkor jön hozzá egy kis krémsajt. Csinálhatjátok úgy is, hogy a krémsajtot kihagyjátok, viszont akkor egy picit több tejszínt tegyetek bele.
Amikor a krémsajt teljesen felolvadt és minden spenót levelet bevont, akkor jöhet hozzá a tejszín. A tejszínt néhány percig forraljuk, közben pedig sóval, borssal és szerecsendióval ízesítjük. Ja, hogy ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, ezt a krumplit ki fogjuk borítani egy tányérra, és úgy fogjuk felszeletelni, mint egy tortát. Nézzétek, milyen gyönyörű lett. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Néhány perc pihi után pedig a húst is fel fogom vágni, és utána már tálalunk is. Egy ízekben gazdag, nagyon komplex fogás, helye van az ünnepi asztalon, úgyhogy szerintem próbáljátok itt is. Nézzetek minket legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornánkra, és boldog karácsonyt! Sziasztok! A karácsonyi receptek támogatója az Electrolux. A videó és a karácsonyi dekorációk támogatója a H&M.